Sziasztok! Érkeztem! A mai, azt levesszük, mert ez nagyon csillog, a mai live-val. Kicsit kutyafuttában, de itt vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy érkezik-e valaki. Ez most egy egyszemélyes live lesz. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy érkezik-e hozzám valaki. Közben elhelyezkedek már. Szia, Tünde! Hello! Kicsit siettem, mert közben voltak vendégek, meg voltam dolgozni, és haza kellett érjek, megettem egy vishulevest, és most itt vagyok. Úgyhogy rohanásos. Szia! Sziasztok! Szia, Rita! Jaj, jöttök! Sziasztok! Úgyhogy siettem, közben hazaért a csemetém is, úgyhogy beszélgettünk egy kicsit, meg ettem gyorsban munka után. Szia, Nikolett! Úgyhogy itt vagyok. Most nem hoztam kávét, mert most kajáltam, és arra nem kéne kávét inni, mert akkor nem lesz hosszú a live. És arra gondoltam, hogy csacsogunk egy kicsit. Úgyis most voltak a glamour napok. Szia, Anita! Sziasztok! És kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye glamour nap ügyileg. Vártam már a live-ot. Jaj, de jó, Rita! Örülök neki! Úgyhogy úgyis jön a húsvét is. Semmi hangulatom nincs ez a húsvéti témához. Nem vagyok egy húsvétolós, de jövő hétvége az már húsvét, úgyhogy ez érdekes lehet. Ó, reggel sikerült időbe felkelnem, úgyhogy sminkem is van, nem egy nagy szám, de van. Nem tudom, mennyire maradt meg. Egész jól, ugyanis ez csak egy kis barna szín, meg highlighter a szemhéjamon, úgyhogy egész egybe vagyok. Mert reggel ugye mentem dolgozni, és időben sikerült felkelni, úgyhogy megittam egy kávét. Aztán úgy mentem, és le volt fagyva reggel az autó, olyan hideg volt. Nekem sincs hangulatom a húsvéthoz. Nem tudom, lehet, hogy elmegy már ez a húsvét téma, mert hogy ugye a Covid miatt eleve nem nagyon húsvétoztunk. Úgy látom, nektek sincs, igen, nekem sincs igazán. És nálunk meg eleve nem volt már annyira, mi sütögetni fogunk, vagyis a gyerekek sütögetni fognak. Én pénteken leszek itthon, meg szombaton, nem, pénteken meg vasárnap leszek itthon, a másik két nap dolgozok. Szóval nekem ez olyan, mint egy hétvége. Nekem sem igazán, aha. És én annyira nem is szoktam erre már készülni. Régen még nagyon vártam, mert ugye nekem Szilvi kislány volt, és akkor itt a falubeli fiúk jöttek őt meglocsolni, megjöttek, de már nem jönnek. Ha meg jön valaki, akkor üljön ki az udvarra, és akkor grillezünk egy kis húsit. Úgyhogy szerintem így fog. Csak a sonkát várom. Igen, azok jó kaják, azokat úgy meg szoktuk enni utána is, meg én szoktam a fagyóba betenni. Ilyenkor füstölt tarját, és akkor el szoktam használni babba, megtöltött káposztába. Szeretem néha beledarálni, és el szoktam használni ahhoz, amit így húsvéttájba lehet venni, de én még azt sem néztem meg, hogy milyenek a sonkák, meg a tarják. Úgyhogy én még ennyire nem vagyok benne ebbe a húsvéti sztoriba, hogy így nem nagyon. Hát azt tűnt fel valamelyik nap, hogy a Lidőben halomba állt a torma. Nem vagyok ráhangolódva még a húsvéti nyuszira. És mivel a gyerekek meg sütegetni akarnak kint, így akkor meg lesz oldva a kajának az a része is. Én ugye összeírtam a menütervet, abba is tettem valami olyan kaját, ami töltött káposztát tettem oda arra a hétvégére, hogy azt meg lehet csinálni, és akkor a grillezős kaja, meg a... mert úgy szoktuk, hogy salátával, és akkor meg lesz a kaja, úgyhogy nem leszek itthon húsvét hétfőn.
Meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Nem tudom. Hogy telik a napotok, csajok? Ki mit csinál így vasárnap? Főzőcske? Vagy? Hát nem tudom, azt mondanám, hogy jó időben lehet kint sétálni, de szerintem nincs jó idő. Tehát hideg van. Most nálunk már be van gyújtva. Most gyújtott be apa. Már melegszik a radiátor. Ugyanis itt meg lehetett fagyni. A Mátra lábánál vagyunk, és hideg van. Úgyhogy azért is ettünk zacskós levest a jánnyal, mert kellett egy kis meleg. Négyen vagytok, azt látom. És voltam glamournapozni egyik nap. Tettem is ki videót, de most olyan szolidra vettem ezt a glamournapokat, hogy hu-hu-hu. Én az Avon online shopom csinálom kint hidegben. Na, tök jó. Nálunk ma szemerkélt a hó, már megint Anita. Nem adja fel ott az a hó, itt is esett ugye az akkor vasárnap, mikor te küldted, és itt is esett. De most már nem. Most kezdek holnapra, és holnap utára főzni magamnak diétás kajákat eszek. Tök jó, hogy így előre meg tudod főzni, és akkor nincs rá akkor gond. Tök jó. A csemetém is úgy szokta most, hogy járt vissza a koliba, kidobozolta magának minden napra a kaját. Úgyhogy úgy vitte ő is. Ő is diétás kajákat csinált, és ő is úgy vitte, hogy kidobozolta. Mindenkinek megvan a programja így vasárnap délutára. Úgyhogy én most délután már szerintem semmit nem fogok csinálni, mert hogyha veletek végeztem, ugye tegnap megcsináltam egy kis mit csináltam? Krumplipürét, meg rántott húsit. Az még van. Úgyhogy ma már nem főzök, mert tegnap délután szóltak, hogy menjek már be dolgozni ma, és így nem. Gyorsan megcsináltam tegnap, és így ma nem kell. Én nem glamúroztam itt kint, Anita. Azért kíváncsi lennék ott is, hogy vannak-e ilyen kuponnapok, vagy valami dolog. Ezek is olyan jók voltak régen. Én nagyon sokat, sok jó kupon volt, már most nem. Már most csak azokat a dolgokat vettem meg, amit Hello Babym, amit egyébként is. Hello Annie! És már most nagyon szolidra vettem. Szia Reggie! Mert sok hülyeséget meg tud venni az ember, én legalábbis nagyon sok hülyeséget meg tudnék venni, meg ezt ki akarom próbálni, meg azt ki akarom próbálni, aztán meg itt áll a szekrénybe. Úgyhogy most nagyon szolidra vettem a figurát, mert csak azokat vettem, amit muszáj volt, meg amit így szoktam mindig. Például mosogatógép kapszulát nem vettem, mert az is el lett cseszve az a kupon. Így majd megveszem így menet közben, vagy kipróbálok már valami újat. Nem tudom, de most én ettől a glamour témától nem voltam annyira elájulva. Úgyhogy így oldottam meg, hogy tényleg csak a Rossmannba mentem be, de olyankor meg, ha meg glamour napok vannak, akkor be ne menj a Rossmannba kupon nélkül, mert a gatyádat leszedik rólad, mert hogy úgy fel vannak árazva a cuccok, hogy kb. Úgy van alapáron kuponnal együtt. Szóval akkora kedvezményt nem ad. Regi, szia, én rendeltem a Rossmannból, várom, hogy megérkezzen. Én nem tudom, hogy nálunk lehet rendelni, lehet egyszer majd én is rendelek már. Kíváncsi leszek rá. Nem, én beszoktam menni, és biztos jó. Tehát jó dolgok vannak, hogyha úgy nagyon ki akar próbálni pár dolgot az ember, arra mondjuk nagyon jó. Az online rendelés ez engem azért is érdekelne, mert nekünk nincsen például L'Oreal, Max Factor, ilyenek nincsenek. Mindig mindenhol vannak akciók, szerencsére megéri várni. Aha, értem Anita, hogy ott is akkor vannak. Tök jó. Itt is azért szoktak lenni tök jó akciók, tehát én a szemüvegemet is glamour napokon szoktam csinálni, csináltatni, akkor a valami háztartási gépet rendel olyan helyről az ember, az is tök jó lehet. Csak mondom ezekkel a mióta kilépett a DM, azóta nem jó. Nekem
Tehát az meg, hogy a DM-be ad nem tudom hányszoros pontot, az meg engem pont nem szokott érdekelni, mert én annyit nem járok a DM-be, hogy nekem az megérje. Néha beszédülök, de nekem a pontkártyám, azt se tudom, hol van. Jó, a pénztárcámban van, de azt se tudom, hogy mikor használtam utoljára, mert mikor beszédülök, azt vásárolok ilyen 1500 forintért, hát... Ja. Közben kint a macskák játszanak a pingpong labdával, úgyhogy lehet, hogy ez hallatszódni fog, mert megtaláltak egyet. Sok minden fent van az online shopban, én például olyat is rendeltem, amit nálunk levő Rossmannban nem láttam. Igen, ezért lehetne jó az online shop, hogy tényleg hát nem minden Rossmann egyforma, meg gondolom, amit a hely ad, és akkor nálunk sincsen csak, várja, milyen pult van például, ami smink cuccokat szokott engem érdekelni. Van egy Essence, mellette egy Rival Loves Me, Rimmel, Maybelline, meg Bourjois, és ennyi. Meg van egy picike állvány az ilyen Miss Sportinak. Nekem nincsenek ilyen pontkártyáim, ki lehet vele kergetni a világból, tényleg, Anita? De biztos van olyan hely, ezt olyan helyen jó gyűjteni ezeket a pontokat, ahova sűrű jársz, mert akkor csak odaadod a kártyát, és akkor egy idő után összegyűlik rajta. Már ha olyan. Hát igen, jó, mondjuk nálunk, ugye már most a Lidl-nek van egy applikációja, tegnap beszaladtam este a sié, és kérte a csaj, hát nem fogok állandóan szórakozni, mert ott meg olyan tempóval kasszáznak, hogy megőrülsz, megbadulsz, tehát attól meg rosszul vagyok, hogy ezek úgy rohannak, hogy tolják rád a cuccodat, hogy uff. Meg hát... Tehát én is hajlamos vagyok sok ökörséget összevásárolni, és a glamour napok az én lelki világomnak nem tesz jót. Mert ilyenkor, ugye a Natinóra is, ahogy fellibbentem, mondjuk az tök jó cuccok. A púder, meg a szemhéjalap, meg a paletta is egész jó. De még tudtam volna nézelődni, és elcsábulni. Úgyhogy ügyesen megálltam, és nem. Tudom, hogy jók, csak én sehol nem vásárolok. Szóval, tudom, hogy jók, csak én sehol nem vásárolok annyit, hogy megérje. Aha. Hát, hogyha ott lenne hozzátok közel a sarkon egy ilyen nagy áruház, akkor biztos oda járnátok, hogyha sűrűbben, de... Nekünk például a Lidl-nek lehetne, mert én szinte mindenemet a Lidl-ből szerzem be. A húst nem szoktam onnan, meg... Hát vannak ilyen fix dolgok, de Pennybe azért az akciós mosószeré szoktam menni, meg a gyulai kemőmájasé, a fél kilósé. Szóval vannak ilyen fix dolgaim, 100 forintosban a trisóé, és a legtöbb cuccom meg a Lidl-ből, de ott meg ott ez az applikáció van. De hát mondjuk én képes vagyok 2 hétig nem menni. Szia, Kateszka! Én voltam kasszás, toltam a vásárlóra a cuccot. Ketten nem tudták elpakolni, olyan gyors voltam, és lecsesztek, hogy lassú vagyok, komolyan. Tehát ez a le van szarva a vevő. Tudom, hogy már most ez megy, mi még nem így lettünk nevelve. Mi még úgy voltunk, hogy a vevőnek kell kedvezni. És már most azt érzem ezekben a multikban, meg ezekben a nagyokban, hogy úgy kb. Le van szarva a vevő. Mert hogy már a kasszásokat is csipogásszám alapján fizetik, meg mit tudom én, és akkor... Ah, jó, csak mikor megveszed a nem tudom mennyi volt kilója a paradicsomnak, és tolja rád a csaj, és tudod, hogy ez a paradicsom holnapra kéne, de holnapra már bepenészedik, mert megnyomódott, na akkor tudok frászt kapni, tehát... Hát na. Igen, gondoltam, hogy szia Kateszka, mármint a főnök cseszett le, hát marha jók egyébként, tehát a főnökök is, hogy lecseszott, mikor már tolod rá az emberekre az anyagot, rengeteg árut, amit megvett, és akkor ketten nem győzik elpakolni, hát az már hol lassú? Borzasztó. Hogy már még tényleg, tehát már még a kasszások is teljes idménybérbe lesznek. Hihetetlen. Én most beszélgettem a volt kolléganőmmel,
És ő mondta, hogy ők meg úgy vannak, hogy akkor lehetnek többen a boltban, ha nagyobb lesz a forgalom. Gondolom, hogy kitermeljék a plusz ember fizetését. Igen, igen, nézik, hogy milyen forgalom van nálad a kasszában. A kasszás nem szívesen csinálja így. Hát gondolom, hogy nem, hát azért neki is biztos, hogy beszólogatnak 66-szor. Én nagyon nehezen állom meg az ilyet, hogy ne szóljak érte, de tudom, hogy ők. Ja, és a párom szokta mondogatni, hogy én nem megyek a Lidőbe. Nem kapnék fizetést azért. Szóval. Igen. De most a Rossmannba is tök normális volt a csaj. Közben majd alszok, Jézus. Szóval a Rossmannba is tök normális volt a csaj. Mert megnézettem vele a kártyámat, hogy van-e rajta egyáltalán 10%-os kupon, mert hogy nem tudom, hogy mihez kötik, meg én nem olvastam el. Én csak néha belébenek, megnézettem a kártyát, és megnézte nekem a kártyát, de mondta, hogy online is meg tudom nézni, mondta neki, hogy meg akartam nézni, de elfelejtettem, úgyhogy létszi. És elsorolta, hogy milyen kuponok vannak rajta, mert hát úgy akartam glamurnapozni, mert ugye az még hozzáadódik a kuponokhoz, és akkor úgy éri meg talán. Úgyhogy így vettem cuccost. A Lidőben meg még soha nem váltottam be ilyen kupont. Pedig az applikációt át kéne már böngészni, de ahhoz napi szinten kéne oda járni, hogy tudjad, hogy mikor melyik. Mikor melyik cucca jó, és hogy megérje. Mert hogy ugye, jaj, mondjuk az Avonban is vannak ilyen kuponok, a tavaszi, nem tudom milyen kupon, azt is megnéztem tegnap, majd ebből is egy-két dolgot kell rendelni. Ez meddig van? 18-áig ez még ráér. Jaj, tudom, valamit akartam rendelni, fényvédőt, és azt írta, hogy nincs készleten. Hát mondom, akkor most meg. Ki akartam próbálni az Avon egyik fényvédőjét, mert nagyon jó vélemények vannak róla, és azt írta, hogy nincs készleten. Hát nem örültem neki. Egyáltalán. Ó, gyerekek, el fogok aludni. Bizony. Hatan vagytok, tök jó. Ja, kitettem ugye a matricába, hogy kijön velem sminkelni, és nem jelentkezett senki. Ugye Kateszka meg Anita az én kis adóászom, akit így elő tudok húzni. De kíváncsi voltam, jelentkezik-e valaki, nem jelentkezett senki. Úgyhogy most itt vagyok egy szál egy magamban. Szerdán, YouTube-on viszont sminkelünk 9-től. Úgy fogom alakítani az életemet, hogy akkor ráírjak 9-től sminkelni. Most a héten nem volt rá időm, mert mennem kellett Elithorról, de jövő héten ott leszek. Mindenképp. Úgyhogy hogy jövő héten, jó mondom, mert ma még csak vasárnap van, úgyhogy jövő héten szerdán 9-től YouTube-on élőzünk és sminkelünk. A reggeli sminket meg kávézunk is. Megcsináljuk. Meg most azt szeretném mindenképpen, hogy leállni ezzel a mindig új dolgot kipróbálni dologgal, és elhasználgatni azokat a cuccaimat, amik itthon vannak. Egész jól haladok, mert ugye most már van mindenem, tehát már még porpúderem is van, és most el fogom használni a púdert. Az alapozókból is szeretnék elhasználni, mert például a Catrice-t, azt lehet, hogy ki fogom már selejtezni, olyan régóta nyitva van. Meg vannak olyan alapozóim, amiket ugye tavaly is használtam, és nagyon szépen, mit csinálnak? Fogynak. Csak közben olvasom a kommenteket, és elvesztem a fonát. Pedig én úgy megnéznék másokat is veled élőben. Tudom, Anitám! Azért is vártam egy kicsit, mondom, hát, ha valaki így kedvet kap, meg izé, de hát látod, hogy nem jönnek, pedig én nem harapok. A szuper, mert pont délután is leszek jövő héten, és akkor tudom nézni az élőt. Jaj, de jó, örülök neki, Rita. Király. Most a héten nem volt, Gyöngyi írt is nekem, hogy akkor most nem lesz élő, de írtam neki, hogy el kellett jöjjek otthonról, úgyhogy nem.
Úgyhogy ja, tök jó. Mert most valamelyik nap néz... Ja, elhasználtam a szempillaspirált. A spirált? Micsodát? Szemöldök ceruzát elhasználtam. Mi? Rita élő? Kérdezi Anita. Az én toborzóm. Anitám a toborzóm. Úgyhogy... Várom a választ, tudod, hogy... És elhasználtam a szemöldök ceruzát, és szerintem fogok majd venni, megpróbálkozni vele, mert egész megszoktam így, hogy ez egy krémes ceruza volt, egész ügyesen meg tudtam vele csinálni, úgyhogy most nagyon rá fogok. Ó, én nem vagyok kamera alany. Ó, dehogy nem, az mindenki. Senki nem, tehát Anita is izé, Anita se kamera alany. Úgyhogy... Én az vagyok? Egyébként nem tudom, látjátok-e, de rajtam már szerintem a korrektor nagy része lekupott, ami a fejemen volt. Nekem nagyon tetszett egyébként az élő. Igen, Anitának tetszett, ő élvezte szerintem. Legalábbis azt mondja, hogy tetszett neki, meg utána is azt mondta, meg mi már azóta beszélgettünk is, úgyhogy nem olyan ördögtől való dolog ez. Úgyhogy... Úgyhogy jó dolog, majd valamikor majd beindul, majd még jövünk Anitával, meg szerintem Kateszkát is rá tudom még venni, majd vele is összehozzuk valamikor, és akkor majd hát ha jó lesz. Az a baj, hogy én 3 perc alatt elkészülök a sminkemmel. Hát jó, hát igen, nekem azért kell egy pár. Nekem is tetszes, és örültem, hogy Anitát is láthattam. Látod, Kateszka? Majd jöttök még ti lányok, szerintem. Mi van ma a szememen? Ma highlighter van rajta, meg... mi van rajta? Ma. Az egyik highlighter tettem, meg egy kis barna színt az egyik palettából, tehát így egy matt barna, meg a... Ebből az aprócska highlighter palettából ez a második, ez a szín. Ez a kettő reggel így ennyi, hogy feldobtam egy kis barnát oda hátra, vagy a mélyítővonalba, meg fölé, és akkor jó polom? Unikornisos, igen. Imádom az unikornisokat. Ez egy unikornisos póló. Meg szempillaspirál, meg egy kis fekete szemceruza, ami elvileg fölül a felső vízvonalamba van, de úgy látom, hogy úgy döntött, hogy lemászik alulra is, úgyhogy ez egy hosszú nap. A fejemen meg egy pici korrektor van, semmi más. Semmi egyéb. Mert hogy reggel ilyen félbambulósan készültem el, a szemöldökömön meg a Catrice-es szemöldök zselé van, amit eddig használtam, mert elfogyott a ceruzám. Úgyhogy most az van rajtam. A pollót kolléginám Zsanika túrta nekem, egy turkáló bor, meglátta, hogy unikornis, és ha unikornis, akkor én, úgyhogy onnan kaptam. Úgyhogy ezt csináltam most, ma reggel, mert hogy szeretném a highlightereket is többet használni, és ebben aztán van mennyiség, és ki akarom próbálni így, hogy meddig marad fenn, de úgy látom, mert közben itt a tükröm is, úgy látom, hogy baromi jó fennmarad, mint egy sima szemhéjfestők. Az én szemem szétfolyt a széltől. Hát, itt is fúj a szél, meg hideg van. Úgyhogy itt is elég hülye idő van. De hát már jön a jó idő elvileg valamikor mostanában. Úgyhogy jó lesz az idő, csak még addig túl kell élni. Most talán reggel még fényvédőt se raktam, nem raktam fényvédőt, csak egy gyors arckrémezés, meg ilyenek, szóval ilyen aprócska reggelem volt, mondjuk nem is voltam kint a napon, meg ilyenek. És meg megvettem Glamour napok egyetlen swing szerzeménye. Szia Zsuzsám! Egy kamuflás korrektor. Azt hiszem, csak ezt vettem. Ami nem volt kuponos. Ja, meg egy szemöldök csipeszt.
Úgyhogy ez az egy smink cucc, amit vettem, ezt teljes áron vettem meg, vagyis a végösszegi 10%-kal, és ezt azért, mert a múltkor nagyon jó volt, ami a szemem, amit használtam, úgyhogy nem vettem most smink cuccot. Azon kívül a korrektor, a púder, meg a szemhéj alapon kívül ezeket vettem. És igyekszem most már elhasználni a cuccaimat, mert jó az a korrektor, de nekem kicsit szárít. Hát én úgy emlékszem rá, hogy nekem nagyon jó volt, úgyhogy kedvenc korrektorom, aha, csak aztán elfogyott, és nem vettem újra. És most úgy döntöttem, hogy újra veszem, mert a trószki nem kezd kifogyni, úgyhogy majd megpróbálom. Mert ugye ezekben a finom ráncokban nekem itt, tehát igen, ezekben olyan szépen be tud ülni minden, tehát akármilyen óvatosan púderezem, meg nem púderezem, meg mit tudom én, azért be tud ülni. És úgy emlékszem, hogy ez nagyon jó volt. Ez meg a másik kefiszes. Nekem is bevált az a korrektor. Látjátok, nagyon sokan írjátok, hogy bevált, meg hogy jó. Úgyhogy újra vettem. Nézegettem már évek óta azt a korrektort használom, gondolom. Úgyhogy, na, látjátok? Azt tudom, hogy az eszenszes az nekem nagyon szárított. Én más eszenszet kisebb próbáltam. Használom. Aztán ezt a Catrice True Skin-t nagyon szeretem, mert az nagyon jó. Az avanos is, így mély. Az avanos elmegy. Nem rossz. Nem olyan rossz, mint a Fit Me. De azért a Catrice True Skin meg ez jobb tőle. Úgyhogy most ezek vannak. Még nincs bontva. Hanem próbálom elhasználni azokat a dolgokat, amik ilyen folyadékok, és ki van a bontva. Szempillaspirált is akartam rendelni az Avonból, ezt a luxot. De lehet, hogy nem fogok, mert ha fényvédőt nem kapok, akkor nem fog kelleni az se. Kemény vagyok. Nekem most az Yves Saint Laurent vált be, könnyű és hidratáló. Igen, csak azt meg aranyárba adják, mint ahogy beszélgettük is. Szóval, ja. Közben én itt elhelyezkedek, mert kicsit kezdek el zsibbadni. Gyertek közelebb anyuhoz. Ott van két törölköző. Hopika. Úgyhogy jut eszembe, lányok! Ki járt már a Redditen? Csoda kommenteket lehet ám ott olvasni. Érdekes dolgokat találtam. Nem tudom, hogy hol láttam. Kalendáriumban volt benne. Hát akkor nagyon jó. Anita, hát ez legjobb. Nagyon jó az unikornisos póló. Köszönöm szépen. Nagyon felnőtt ember vagyok. Mindenem van unikornisos. Mi szerintem mindenem van. Füzetem, akkor neszeszerem is volt, poharam is van, tányérom nincs még, szívószálam is van. Mi az a Reddit? A Reddit az egy ilyen, olyan, mint a gyakori kérdések oldal. Mindenféle témában lehet keresni. Beírod, hogy mit tudom én, valakit rá akarsz keresni, és ott ilyen kommenteket, meg véleményeket írnak. Én teljesen el voltam rajta. Képeket is tesznek fel, videó részleteket is tesznek fel, Instagram story-ról print screen-eket is tesznek fel, szóval nagyon kutya oldal a Reddit. Olvastam. A Zsuzsi szereti az unikornisokat. Éje, hurrá! Olvastam olyan érdekes kommenteket, hogy így... És nem tudom, hogy onnan leszedik-e, ha mondod. Úgyhogy a Redditen érdekes dolgokat, magamra rákerestem így, hogy kávé és smink csatorna, nem dobott ki semmit, hála a jó Istennek. Úgyhogy nem is tudom, miket talál. Mondjuk én, ahogy rákerestem, ilyen idegen instások, meg influencerek, meg mit tudom én, olyanokat találtam. Én is szeretem az unikornisokat, jó vajányok, örülök nektek, hogy szeretitek őket. Olyan cukik, na. Jegyzett füzetem is van unikornisos, karácsonyra kaptam a kislányomtól. Szeretem cukik. Ebből sose fogok kinőni. Hú. Sőt, unikornisos kis szobrom is van a szekrényem. Ott ül. Ott, itt.
ott van. Meg unikornisos gumikacsám is van. Mondom, hogy nagyon bolond vagyok. Az egy szennyoldal, vagy applikáció, vagy mi, nem szedik le, mert nem nyomozható vissza. Beszarás. Tehát olyan dolgokat olvastam, de ilyen vadidegenekről is, hogy így, úristen, nagyon kemény. Valahol, jaj, a Szabó Viktornak a videóját dobta föl nekem a YouTube, mert én a Szabó Viktort szoktam nézni, aki így elmondja, hogy a YouTube-bal kapcsolatos dolgokat is, meg mit tudom én, és kitett egy ilyen sztorit, vagy posztot, vagy videót a Reddit-tel kapcsolatban, és így rákerestem, és csak így, hogy nem vagyok regisztrálva, így is egy csomó mindent láttam, és így pislogtam, hogy baszki. Nekem Powerbankon van unikorn, és azt tavaly Pepco-ban vettem. Jaj, de cuki! Tényleg volt fülhallgatóm is, de azt megöltem sajnos, mert az meghalt. De az is cuki. Unikornisos. Mennyire komoly felnőtt emberek vagyunk már. Kicsit se. Úgyhogy, ja. Ilyen dolgokra bukkantam itt a héten. Meg... Ja, elolvastam majdnem a könyvet. Vagyis ezt még nem olvastam. Közben megvettem egy másik sminkes könyvet. Lábas Ritának az interaktív sminkes könyvét. Mert kíváncsi vagyok rá, hogy... mit mond, és ott tartok, hogy arc előkészítése. Jobban leírja, mint a másik kisminkes könyv, de nekem nem mond csak újat. De nagyon tetszik maga a könyv, de hát ebből mennyi a szöveg? Tehát van egy kép, meg 5 sor, 6, 7, mondjuk 10 sor szöveg, szóval ez sem egy nagyon mélyreható könyv. De tetszik. Egyelőre még nem olvastam el, még csak a felénél tartok. Majd még olvasgatom. Azt várom, hogy mikor lehet már kiülni a teraszra a hintába, de eddig még csak a lyukam fagyott be, akárhányszor kiültem. Úgyhogy ott még nem tartunk, hogy én oda kiüljek. Sajnos. Úgyhogy, mit akartam mondani? Jaj, közben széthúztam itt a mindenséget. Mert, ilyen közben itt van a zavonos csekkem is, fel kell adni. Holnap megyek a postára, feladom a csekkeket, mert gyűjt a fizetés. Az enyém, apáét már rég elfelejtettük. Megjött a fizetés, és fel kell adni. Az enyémből szoktuk feladni a cseckeket, és holnap úgy megyek dolgozni, hogy beugrok előtte a postára, és elküldöm a cseckeket. Bizony, bizony. Nagyon álmikás vagyok. Szerintem itt már semmi nincs az arcomon, mert én ezt már letaperoltam napközben. És jó ki is vagyok pattogva most. Azok a bizonyos napok meggyötrik a fejemet. Úgyhogy, ja. Úgyhogy. Most majd ránézek még erre a fényvédőre. Láttam Zsuzsi Paletta tag videóját, nagyon tetszette, nem csinálod meg, Vera? Nekem is van kint egy tag videóm, egy palettás tag, azt hiszem. De lehet, hogy nem paletta. Majd ránézek. Te nem tudnám megmondani tényleg, hogy milyen tag videón van kint. Egy időben én is csinálgattam olyanokat. Igen, mert a legyen paletta tag, oké lesz, csinálok. Ránézek a tiédre, és megcsinálom. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy csináltam-e. Van pár palettám, pont valamelyik nap Kirával beszélgettük ezt a paletta témát, és azért van pár. Van néhány. Tegnap elővettem a koponyás Revolution palettámat, hogy használjam már azt is. Imádom az ilyen tag videókat, tényleg? Az egy időben nagyon ment, és utána meg nem nagyon láttam már, hogy csinálják. Én azért csináltam, mert Rita írogatta, és nem nekem való a koránkelés. És az alapján csináltam azt hiszem 2, de nem akarok hülyeséget mondani. Mert
Hát mostanában nem áll szándékomban nagyon bővíteni a smink kollekciómat, ha csak nem találok valami nagyon fajn akciót, mondjuk Notinón, mint a Norvina palettát, az olyanokra ugrani fogok, meg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a csenge mivel fog kijönni. Na hát az engem nagyon kíváncsivá tett, hogy a csenge mivel jön ki, mert én ezt nagyon várom. Hogy talán ecsettel, meg mivel, vagy mivel jön ki, nagyon kíváncsi vagyok. Meg arra lennék kíváncsi, hogy akiknek megsérült a paletta, hogy azoknak cserélik-e. Vagy nem tudom, hogy elvileg ecsetekkel. Igen, azt én is láttam a sztorit, hogy milyen színű legyen az ecset nyele, zöld vagy lila, és májusba fog kijönni. Hát addig kiukad az oldalam, olyan kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok. Meg hogy majd mennyibe fog fájni. Mert azért az nem mindegy, hogy ilyen kell a púder szintjére emeli az ecsetek árát, hogy ilyen 8000 forint per darab, mert akkor megnézem a videókat. A csajok, úgyhogy akkor nekem nem lesz olyan ecsetem. Én kicsit becsömöllöttem most a sminkekkel. Ugye, Anita? Én is úgy vagyok vele, hogy már most ácsi, mert nagyon sok cuccom lett hirtelen. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy még mindig teljesen rendben van a palettám. Kíváncsi lennék, hogy akinek megfolyt, annak miért folyt meg? Tehát az, hogy belenyúlsz és egy kicsit megnyomódik, és azért csapódik ki, vagy a függőleges tárolás, vagy ki tudja. Mert hogy én olvastam olyat is, hogy nem reagálnak a panaszlevélre, de én nem tudom. Én nem panaszkodtam, úgyhogy nem tudom, hát majd meglátjuk. Hát remélem, hogy én azért nagyon sajnálnám, ha itt most akkor ez így abba maradna, mert nagyon, nagyon tetszett nekem az. Nekem nincs meg az a paletta, de nekem nagyon tetszik így is. Szia, Gyöngyi! Szia, Adél! Hej! Úgyhogy jó. Úgyhogy kíváncsi vagyok a májusra, mert hogy mivel jön ki. Szia, Gyöngyi! Hát a kifolyt paletták elég csúnyán néznek ki. Hát de gondolom, hogy utána lehet, hogy csak az egy széria volt, vagy mit tudom én. Hú, nekem mindig megtetszik valami smink. Most például a Lunar Beauty új palettáit és a MAC Holdas kollekció. Hát igen, csak hát az a baj, hogy annyi halom cuccunk van már szerintem mindannyiunknak, hogy nagyon sok. Tehát nekem is megtetszik, csak vannak határaim. Tehát nagyon tetszik nekem is sok minden, van amire ráugrok, annyira. Van, amit viszont csak így megnézeketek, és akkor úristen, hát olyan színű palettám. Most például az Emagon láttam a Morphe Jaclyn Hill-es Divine palettát 13.000 forintért. Ott maradt. Tehát most barna színem van annyi, hogy sok. Meg de azért biztos lesz olyan, amire én is ráugrok. Tehát biztos. Olyan mindig van, amire ráugrok. Ó, az nagyon drága. Melyik a Lunar Beauty? De nekem most nem ugrik be, melyik a Lunar Beauty. Én ugye annó... Az is az a nagyon cifra, mint a Florassis. 18 font az eredeti ára annak a palettának. Az Emagról rendelt paletták, a jó volt a tapasztalatod? Nekem jó, Zsuzsi. Nekem egybe érkeztek, semmi bajuk nem volt. Várjál, Emagról én nem rendeltem palettát. Én Notinóról rendeltem, az Emagon csak nézelődtem. Emagról nem rendeltem, mert vagy rohadt sok volt a szállítás, vagy rohadt sok volt a szállítás. Tehát nem. Emagról csak nézelődtem, még nem rendeltem, Notinóról szoktam mindig rendelni. Morphe paletta, amit mondok, ja, hogy, hát igen,
Csak az a baj, hogy ránéztem a dél, és olyan barna színek vannak benne. Tudom, hogy gyönyörű, meg nagyon tetszett. De... itt a sok paletta, tehát... Majdnem elcsábultam. Majdnem, de ügyes kis jány vagyok. Néha meg tudok állni. Lemaradtam. Mi van, Kateszka? Ne is mondjátok, hogy csenge palettát. Se a paletta nem érkezett meg, se a visszautalást nem kaptam még meg. Ó! Ó, basszus! Azt a mindenit, Kateszka. Ó, jó. Az úgy azért nem annyira szép. Jó, mondjuk szoktak lenni, de azért ilyen, fú, nem tudom mennyi idő a csomag még odaér. Ami rövidet ment, az olyan másfél hét volt? Nem tudom, Adél, mennyi idő még innen kimegy egy csomag. Volt már, hogy egy hónap is. 3 hét, meg izé már aggódtunk, de azért nem olyan sok idő. Hát igen. Meg hogy a visszautalásra érkezett meg, hát ha már nem ér oda a paletta. Jaj, te, hagyjad már! Ha, az én csenge palettám egyelőre jól néz ki, azért, mert velától kaptam, de cuki vagy. De biztos nem azért, tehát ha folyna, akkor az is folyna. Szerintem valami más lehet ott. Másik, mit tudom én, az egyiket a nappalos műszak gyártotta, a másikat meg az éjszakás. Nem tudom, mi lehet a különbség. Jaj, szeretlek! Tehát nem tudom, mi lehet a különbség, tényleg. Én még akarok csenge cuccokat látni, hát ha egyszer engem is elkap valamelyik, hogy érdekel. Lehet nagyon megnyomkodják, de hát mindenki azt mondja, hogy annyira krémes, meg rögtön rajta van az ujjadon, hogy én is gondoltam erre, hogy nagyon belemásznak a csajok, de ha annyira krémes, meg annyira pigmentált, akkor nem hiszem, hogy olyan nagyon rányomná, nem tudom. Csak így meg ki fog száradni. Ha az olaj vagy valami ilyen nedvesítő anyag kijön belőle, ki fog száradni, és utána meg nem lesz annyira jó. Valaki csenget, remélem a gyerekem kimegy, mert ha nem, akkor most az a valaki nem jön be ide. Mert hogy én innen fel nem állok, az is biztos. Szia, Viki! Úgyhogy nem tudom. Csak már egyre több videósnál is látom, meg talán Krémánián is olvastam már ilyet. Vagy valahol olvastam, nem akarok hülyeséget beszélni, és azért kár. Kár érte. Nem tudom, ki volt az, de elment jóban. Úgyhogy... Jaj, egyen meg, de szeretem. Ott most Alika azt mondja, hogy a néni van a telefonban. Szia, Oli! Szia, baba! Szia, Zsanika! Szia, Viktor! Jó, de sokan vagytok. 11-en vagytok. Jézus Máriám! Tök jó. Szia, Zsanika! Úgyhogy mit is beszélgettünk? Nem tudom. Rám férne egy kávé, de nem merek kávét inni, mert most ettem levest, úgyhogy a kávé meg a leves nem jó kombináció, de olyan bomba vagyok itt délutára, hogy Jézus Mária. Jövünk ám, hello! Úgyhogy valamit akartam mondani, elvesztettem a fonalat, hát miről beszélgettünk? Csenge palettáról, igen. Meg csomagról, hogy mennyi idő még kiér a csomag. Jaj, nem akarok hozzászólni most, hello. Úgyhogy azért az érdekes. Hát, hogyha ez a kommunikáció elmegy egy olyan irányba, hogy nem válaszol, meg nem nézi meg az üzenetet, meg nem utalja vissza, meg nem küldi ki időbe, meg nem postáz, meg mit tudom én, akkor az úgy nem lesz hosszú életű. Ezt most megmondom, szerintem. Úgyhogy, ja. Fú, nagyon álmos vagyok. Így. Mert
Pateszka, hol küldted neki a pénzt? Kíváncsi lennék rá, hogy ez... Mert hogy ugye már most a Insta story-ba, vagy posztot tett ki? Hogy már most mennek ezek a külföldi csomagok is, meg már most talán minden rendben lesz. És nem tudom, mennyi ideje van, Kateszka, hogy kérted azt a palettát, de akkor gondolom már oda kellett volna írjen. Ha nincsenek ünnepek, akkor olyan 2 hét. Biztosan bonyolult a nemzetközi szállítás. Hop-hop-hop-hop-hop. De lehet először csak Magyarországon kellett volna forgalmaznia. Először úgy volt ez tavaly ilyen november. Fú, nem tudnám, december 16, november, nem tudom. Fú, nem tudnám megmondani, hogy mikor jött ki, de november. Hazudok. December 16-a környékén jött ki, mert én megrendeltem, és el is küldtem, hogy kiírja minél előbb, és adélék januárba kapták meg. Szóval elég sokáig tartott, de ide hozzám is sokára ért, mert ugye akkor indult be, és hogy Csenge mindent egyedül csomagolgat, meg csinálgat, és akkor ő... Nekem külön kellett átutalnom, mert külföldi rendelésben rendeltem meg. Aha. Hát de attól még vissza tudná utalni, hogyha megnézni az e-mailt, hogy... Ígyunk egy kávét, Vera. Én is fáradt vagyok, de én nem ihatok kávét, mert most ittam levest. Vagy ittam, ettem levest. És arra nem ihatok kávét, mert az csúnyán végződik. Azt nem lehet a banktól visszautaltatni, szerintem. Hát akkor azt nem. Na igen, de ha a szállítás ilyen körülményes, akkor ilyen körülményes lesz lehet a reklamáció is. Jó, de a reklamáció elmegy e-mailbe, a szállítás meg posta, tudod, és akkor... aha, nem tudom, tehát, hogy ennyire meg, de akkor addig meg nem mondjad, hogy külföldre is szállítasz, amíg nem vagy benne biztos. Igen, hogy milyen, de pont ez az, hogyha már megreklamálsz valamit, nem tudom, hogy mennyire forognak ezek a reklamációs e-mailek. Hogy abban van-e forgás, vagy várni kell rá. Januárban miután mondta, hogy lehet külföldről is rendelni, én le is adtam a rendelést. Január óta nem érkezett meg. Az szép. Az ott valami, valahol, valamerre elment. Már rég meg kellett volna. Aha, szerintem is, mert ha a karácsony bekutyult egy kicsit nekünk annó, azért január után nem volt olyan ünnep, ami bekutyulhatott volna. Akár Magyar Posta, mert talán innen csak a Magyar Posta szállít, vagy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de semmiképpen se. Hát na, bombázod őket e-mailekkel, Kateszka. Én napi egyet simán nyomnék. Ennyit még karácsonykor sem jött egy csomag. Hát ennyit nem, hát akkor mennyi volt? Már mikor... Hát nem tudom, hát, de abban benne volt egy masszívabb ilyen ünnep, ami karácsony, és azért az gáz volt. Januárban másfél hét volt a szállítás. Ő maga mondta, hogy vissza fogja utalni az összeget, mert nem tudja garantálni, hogy megérkezik a csomag. Írján, az instáját nem olvassa, szerintem. E-mail azért a Glossin Beauty-nak napi szinten egy. Vagy sok, több. Hát csak valahol csak el lehet érni, vagy én nem tudom. Akkor minden felületen, ahol csak lehet. Hát persze. Úgy, szerintem az Instát nem olvassa, mert én legalábbis a Glossin Beauty Insta oldalát nem hiszem, hogy olvassák. A sajátot lehet? Azért nem olcsó ez a paletta, meg a szállítás sem. Tényleg nem, tehát... tehát tök mindegy, hogy mennyibe kerül, érkezzem már meg, tehát... Én elhiszem, hogy nagyon jó, de akkor érkezzem már oda. Ha meg már kimondom, hogy szállítok külföldre, akkor szállítsak külföldre.
akkor érkezzen meg. Lehet, hogy aztán valahol el van akadva, vagy mit tudom én, de hát ennek csak csomag nyoma, nem bírok beszélni. Csomagkövetési szám alapján utána lehet nézni, sőt, hogy is volt? Adél, mi akartuk köröztetni a csomagot, a postán lehet köröztetni, ahol feladtad a csomagot, nem tudom, ő biztos postával küldi, vagy nem tudom, hogy ott lehet köröztetni a nemzetközi csomagokat, hogyha már mit tudom én, mikor nagyon el van akadva, meg nagyon nem érkezik meg, meg nagyon nem mozdul a csomagkövetés alapján, lehet köröztetni ingyenesen csomagot. Én be is tipegtem a postára ünnepek után, és közöltem, hogy én szeretném ezt a bizonyos csomagot köröztetni, és a néni elküldött, hogy még nem telt el szilveszter óta, meg első óta elég munkanap, úgyhogy legyek szíves majd egy hét múlva visszajönni, és akkor megcsinálják a körözést, köröztetést, úgyhogy van ilyen. Azt mondta, hogy csak a UK rendelésekkel volt probléma. Kár. Hát én nagyon remélem, hogy megérkezik, de azért piszkáljad, nehogy feledésbe merüljön. Egy hónap eltelte után, igen, aha. Úgyhogy olyan is van, hogy meg csomagkövetési szám alapján lehet nézni, hogy merre jár. Hát remélem, hogy megérkezik a paletta, már, ha már biztos feladták. Jaj, a piszkád. Én is piszkálnám egyébként, mert hát biztos rengeteg rendelése van, meg rengeteg e-mailje van, meg rengeteg dolga van. Pláne, hogy ő kb. Egyedül csinál mindent. És így minél több üzenetet küldesz neki, annál előbb szembe megy vele valamelyik. Nem tudja kikerülni. Vagy elsiklani fölötte, vagy mit tudom én. Úgyhogy jó lenne. Bizony. Azért az bosszantó, mikor az embernek nem érkezik meg a csomagja. Nekem AliExpress-től volt egy-két talán ilyen kis csikfas csetreszem, ami nem jött meg, de nem volt olyan nagy összeg, hogy én azért reklamáljak. És hát azóta még nem rendeltem külföldről semmit. Én mindent ungarisébe szoktam. Csomagküldő szolgálattal küldte, és három csomag nem érkezett meg ide. Tényleg? Ó, baszki. Ma jó, mondjuk, ez meg nem olyan sok. Úgyhogy nem tudom. Szeretem ezt, mikor a csomag nem ér oda, ahova küldik. Tehát ez itt a magyar postának is nagy betegsége. Hogy így elindul egy csomag, és nem érkezik meg. Na, én ezért nem szoktam ugye itthon előre utalni. Én most az emagról is azért nem rendeltem finist, mert megszabták, hogy csak az óriás csomag, csak applikáción keresztül, és csak előre fizetéssel. Hát én nem fizetek előre. Na ne, na ne, no. De ha megtudja, hogy nem érkezett, de ha megtudja, hogy nem érkezett meg, miért nem utalja vissza a pénzt, vagy küld helyette másikat? Na hát az meg a másik kérdés, hogy ezt meg nem úgy kéne. Hogyha már tudom, hogy nem érkezett meg az a három darab csomag, akkor visszaküldöm az embereknek a pénzt. Mert kb. Eltűnt a csomag. Kicsi lány 94, szia! Ez is érdekes, hogy akkor miért nem, akkor most mire várhat, tudja, hogy eltűnt a csomag, vagy hogy nem érkezett meg, akkor miért nem? Nem tudom. Nem tudom. Vagy most a csomagküldőn próbálja leverni, de hát az meg olyan cécó, hogy utald vissza, azt verd le róla, rajta utána. Vagy nem tudom. Tehát azt tudom, hogy ők visszakérik a sérült palettát is, ha adnak helyette másikat. Mondjuk, hogy mit kezd vele, azt nem tudom. Nekem a pingpandáról nem kellett visszaküldenem a sérült palettát, aminek ugye letört a kis füle. Ki kellett tölteni egy ilyen reklamációs nyomtatványt, azt elküldeni, és hogy kérhettem, hogy kérek másik terméket, vagy kérem vissza a pénzt, én visszakértem a pénzt, és nem kellett visszaküldenem a palettát. Tehát úgy voltak vele, hogy kösz szépen a szemetet tartsad meg, ha már baja van.
nem kellett ott nekem visszaküldenem. Csomagküldőt már rég lerendezte szerintem, mert a csomagküldőnek van biztosítása ilyenekre. Akkor miért nem utalja vissza a pénzt? Tehát három csomagról beszélünk, az 45 ezer forint. 47. Miért nem? Tehát azért a hírnevem többet számítana, mint ez. Mert aki külföldről rendelt, az lehet, hogy következőt is rendelt volna, vagy a következő kollekciómból is rendelt volna. Ja. Hát meglátjuk. Kíváncsi leszek rá, Kateszka, majd írjál, hogy mi van már vele. Vagy majd élőben megbeszéljük így, face-to-face. Mert... de elég, de nem. Tehát most nem azt mondom, hogy most ez... Ez is érdekes, hogy eltűnt. Tehát ez is, hogy eltűnnek a csomagok, meg itthon is a Magyar Posta, akárhány e-mailt küldtem, mindenre kb. 3 hét múlva érkezik válasz. Atya világ! Jaj, jaj, az jó sok azért. De ennyire nem... Hát nem tudom. 3 hét múlva érkezik rá válasz. Hát ne, jó van, nem gondoltam, hogy postafordultával, vagy hogy e-mail fordultával, de... Hát 3 hét az kicsit sok. És azért telik az idő, és már most április van, 4. hó, azért telik ennyire az idő, mert mindenre 3 hetet kell várni. Borzasztó. De ennyi idő alatt már még én is elküldtem volna neked. Tehát... Gondold el, mennyien írhatnak akkor neki. Biztos rengetegen. Biztos. Nem tudom, hogy ők hanyan dolgoznak, mert ugye eleinte az volt, hogy Csenge ezt egyedül csinálja, hogy most azóta már többen vannak-e, hogy 2-3, de hát valakinek csak kéne figyelgetni az e-maileket, mert hát most leveleket nem fogsz kapni a postán, mert már mindenki e-maileket írogat, és nem tudom. Kíváncsi lennék rá, hogy én azért remélem, hogy egyszer szembe jön vele egy olyan e-mail, hogy utalja vissza a pénzt, és akkor visszautalja, csak nem tudom. Mondjuk benne van a rendszerben az ember, mert regisztrálva lehetett, azt hiszem, biztos regisztráltál te is, Kateszka, és akkor benne vagy. Ahogy én levettem, az e-mailből volt segítője, aki feladta a csomagokat. Hát akkor vannak többen, de majd, tehát akkor nem tudom. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy most nem figyeli a dolgokat, mert azt nem hiszem. Tehát azért biztos figyelik az e-maileket, meg a reklamációkat, meg mindent, csak lehet, hogy sok a feladat, és több, mint amit meg tudnak tenni. Reméljük a legjobbakat, Kateszka. Hát én is remélem, hogy közben befut a vagy a paletta, vagy a pénz. Tehát a kettő közül valamelyik. Úgyhogy, ja. Hú, babák, nagyon álmos vagyok. És én már estig nem alszok, mert akkor itt éjfélig így is elcsipogok. Úgyhogy... mit akartam? Valamit akartam az előbb mondani. Mindig elfelejtem, hogy mit akarok. Jesszusom. Jesszusom. Nem tudom, mit akartam. Jövő héten minden nap megyek dolgozni, kivétel a pénteket, meg a vasárnapot. Úgyhogy nagyon hosszú hetem lesz. Én remélem, a pénz is, meg a paletta is ennyi CC után megérdemelném mindkettőt. Hát meg, én nem mondom, de ha a paletta az egyik eltűnt, szerintem nem fog másikat útjára indítani, mert akkor az is lehet, hogy süt, viszlát elment, és akkor inkább utálja vissza a pénzt. Szerintem.
Vagy mind a kettőt, így ahogy mondod, hogy a pénzt utalja vissza, közben érkezzen meg a paletta. Majd 40 után, hogy el fogsz felejteni mindent hallani, már most is olyan szenilis szar vagyok, hogy borzasztó, így 37-hez közeledve, hogy én úgy el tudok felejteni pillanatok alatt dolgokat, hogy így elindulok valahova ki, és akkor nem is oda megyek. Tehát, meg ott felejtem a fürdőbe a telefonom, aztán keresem, úgy, hogy rajtam van a fejhallgató, és halványan a gőzöm nincs, hogy honnan beszélnek a nénik a fejembe. Na bocsánat, le kellett kicsit rohannom, el kellett. Semmi baj, Zsuzsi. Én is észrevettem, hogy elfelejtek dolgokat. Oké, biztosatok csajok, persze, hát ha megyek is, eret vagdosok magamon. Nem. Én is szoktam. De figyeljetek, betettem a kiló cukrot a hűtőbe, aztán mentem, és morogtam, hogy ki volt az a hülye, aki betette a kiló cukrot a hűtőbe. Én voltam. De az hogy sikerült? Szerintem beszélgettünk, és annyira pakoltam, hogy betettem a cukrot a hűtőbe. Én a múltkor a napszemüvegemet kerestem közben, a fejemen volt, na az is szép. Jó, mondjuk én szemüveget még úgy nem kerestem, de az is szép, mikor rajtad van, Jézus. Csoda. Azt hiszem, apa kereste már úgy a szemüvegét. Most itt van mind a kettő, az enyém is, meg az övé is itt van az asztalon. Én a múltkor a gyerek ruháját a kukába akartam rakni, szennyes kosár. Szennyes kosár helyett. Hát, igen. Ilyenek nekem is vannak, hogy majdnem hülyeség. Jaj, valamelyik nap a... Csináltam a sütit. És nem tudom, valamit majdnem rossz helyre tettem, úgyhogy majdnem. Én a sót szoktam, a jó van, örülök neki, hogy nem én vagyok csak ilyen kis butaliba. Oké, okay, jó van. Tehát, néha, mondom, olyan dolgokat csinálok, de akkor úgy látom, mindenki rak mindent mindenhova, ahova nem akarja is. És akkor, amikor úgy félúton vagy, már úgy majdnem ott vagy, hogy beteszed, vagy éppen be is tetted, és mész, és meglátod, hogy az ott mi, az olyan jókat tudok nevetni magamon. Anita kacagja Adélt, Adél meghalok. Ja, Istenem. Úgyhogy nem tudom, hogy... Szerintem azért, mert ha 100 felé jár az agyunk, és... Gyerekek, borzasztó vagyok, szóval 100 felé jár az agyunk, és akkor a rutinos mozdulatok meg csak úgy mennek, csak nem mindig oda találnak, ahova kell. Nekem ugye a konyhában mindig szólt a rádió, amíg a... Hú, melyik volt az, Klassz FM? Azt hallgattam mindig, és utána már nem hallgattam annyi rádiót, mert nem annyira tetszett a műsor. A Klassz FM mindig szólt a konyhába. És most ugye én általában vagy nem videót, hanem mi az, filmeket szoktam hallgatni, vagy podcastet, meg ezt, azt, amazt, de mostanában inkább csak így videókat szoktam visszahallgatni, meg ha tesz ki valaki új videót, azt először hallgatom, aztán szoktam nézni, mert főzés közben marha jó hallgatni, aztán mikor este van időm, akkor nézem is. Úgyhogy én mindenki videóját kétszer szoktam megnézni. Halkan megjegyzem. Az a legjobb, mikor összeírom is, tehát, hogy mit kell vennem, és a boltban veszem észre, hogy ó, azt de utálom, hogy itt hagytam. Hát azzal én magamat meg tudom ölni. Tehát, úristen, pláne, hogyha úgy mész, hogy na már pedig azt fogom venni, amit összeírtam, mert el fogom felejteni, meg mit tudom én, meg mikor ekkora a bevásárló lista, és itt hagyod. Az nagyon gyilkos. Az nagyon gyilkos. És mindent megveszek, kivéve, ami fontos. Igen, milyen szép szemed van. Köszönöm szépen. Jó fáradtak a szemeim most, meg ilyen kis ásítozós vagyok, úgyhogy, de köszönöm szépen. Igen, a bevásárlólista az nálunk is így működik, de a glamurnapokra nagyon konkrét bevásárlólistám volt. A bolt közepén meg gondolkozom, hogy mit is írtam rá. Igen,
A gyerekem ezért trükkös, mert a telefonjába szokott bevásárlólistát írni. Én viszont nem szeretem előveszegetni a telefont ott, mert hajlamos vagyok elejteni, és azt meg nem szeretném. Jaj, igen. Adél, azért nektek is elég masszív bevásárlólistátok szokott lenni szerintem, mert te se napi szinten jársz boltba. Úgyhogy igen. Az olyankor nagyon jó. Fú, én is hányszor vagyok úgy, hogy eszembe jut, hogy ott hagytam az ajtón, vagy ajtón, asztalon. Szörnyű. Mert olyan is volt már, hogy melóba összeírtam, hogy mit akarok, hogy este beszaladok a boltba, és simán ott hagytam a pulton. Szóval igen. De ez a bevásárló lista, meg ez a mindent odapakolok, ahova nem kéne, nem kellene, úgy látom, jányok, ez mindenkinél működik. Úgyhogy, úgyhogy nagyon. Olyan feledékeny vagyok, hogy már azt is elfelejtettem, hogy erre milyen bogyót kell szedni. Covington-t, fiam! Nekem van is itthon sok, nem szedjük, de van. Covington. Azt szedték a öreg asszonyok. Talán még most is írják. Azért nézegetek oda, mert ott van egy vasalós doboz, és abban vannak benne gyógyszerek, amit be kéne már vinnem a gyógyszertárba, hogy dobják ki olyan helyre, ahová kell. Mert én nem dobom azt kukába, az egy nagyon sok gyógyszer ott. Covington kell neked, Anitán, meg nekem is Covington kéne. Az ilyeneken nem segít a kálcium, magnézium, meg a C-vitamin, meg amit szedünk, mert annyi szart szedünk, nem igaz már, hogy nem elég. Na, nekem is azt kellene szedni, látod? Nekem is, de én nem szedek már. Én szedek hajvitamin, C-vitamint, meg kálcium, magnézium, cinket. Mit szedjek még? Covintont, mi? Úgyhogy ezekre biztos hat valami. Nem? Figyeljetek, ez fiatalkorunkban is megvolt, mikor elfelejtettük elmondani anyunak a beírást, meg az egyest. Én mindig elfelejtettem megmondani. Sőt, én a szülőértekezletet is elfelejtettem megmondani, mindig aznap mondtam, hogy ja, egyébként már szülőértekezlet van. Én mindig elfelejtettem elmondani anyunak. Grinko biloba, vagy bilobil, elvileg jó rá. Na hát még találják ki nekem ilyeneket, ki se tudom mondani. A ginkgo biloba. A szívecske alakú falevél. Úgyhogy ez azért az a feledékenységünk már fiatalkorunkban is meg volt, legalábbis nekem biztos. Bizony. Jött hozzá még egy kis rafináltság, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Ó, valaki küldött nekem fényképet. Majd meglesem később. Az a kedvenc fám. Biztos szép lehet, mert a levelei nagyon szépek. Nagyon-nagyon szépek. Nem láttam még olyan fát, csak a levelét, hogy ilyen kis puri. Úgyhogy nekem most virágzik itt a tulipánfa, annyira szépek. Annyira szép szerintem is az a fa. Én nem tudom, melyik fa az. Nekem a levele ugrik be. Aztán lehet, hogy jött már velem többi szembe, pláne hogyha itt szeretik iskola mellé, meg ilyen helyekre ültetni. De szépek. Hát nálunk most az udvarban, konkrétan a tuják, ilyenre vannak legelve, ilyen áramvonalasra. Van kedvenc virágom nekem? Hát én nagyon szeretem a liliomot, az orchideát, meg az amaríliszt. Úgyhogy mennem kell, csak a kicsi igényel. Szia, Délom, majd írunk, vagy írsz, vagy írok, ha végeztem itt. Úgyhogy én szeretem, általában szerintem, tavaly imádtuk itt a petúniát, de olyan nagyon nagy kedvenc virágom nincs. Pillanatnyilag a kaktusz, de még azt is meg tudják ölni a macskák, mert a múltkor megölték a... Nem tudom, hogy mit írogatnak nekem. Puszi! Szia, Dél! És... De mondom, ezek. Tehát az orchideát nagyon szeretem, a liliumot is. Tudom, hogy azt nem annyira jó zárt szobába tartani, de az nagyon szép, sokáig szép, és jó illata van. Tudom, hogy nem jó zárt szobába,
nem is szoktuk, de annyira finom illata van. Meg az amarilliszt is szeretem, ugye annak is hasonló virága van, úgyhogy én azt is szeretem, bár az én amarilliszem nem tudom idén fog-e virágozni, mert a konyhaablakban van, óriási levelei vannak, viszont a cica a múltkor fogta, és így köré feküdt. Tehát nem tudom, hogy miért kell gyötörni a virágaimat. Mindenem egy gyötrik ezek a cicák. Van kedvenc egzotikus állatom? Unikornis. Nem tudom, nekem nincs. Én nem vagyok, nem. Szerintem nekem az egzotikus állatom nincs olyan. Amit úgy nagyon. Szerintem nincs. Egzotikus. Szerintem nincs. Unikornis, de az nem egzotikus, hanem fantasztikus. Hát hiába gondolkozok, szerintem nincsen. Én szeretem az állatokat úgy, ahogy vannak mindegyiket. Úgyhogy... Unikornis. Hát figyelj, hát most az is egy állat. Lába van, meg szarva van. Hát állat, csak nem egzotikus, hanem fantasztikus. Az nem jó. Nem egy kategória, gondolom. De én nem vagyok, tehát nekünk vannak cicáink, imádom őket, mert tényleg a kis piszkosok. Aztán van kint két kutya, őket is szeretem. De szerettem a disznót is, mikor volt disznónk, én kényeztettem azt is, a csirkéket is szeretem. Szóval az meg, hogyha egy oroszlán szaladgálna itt az udvaron, figyelj, nem jönne be senki. Nekem a vörös panda, a vombat, kacsacsúrű emlősne, hát azok meg olyan furi állatok, hogy azok meg nem csodálom. Cukik. Azok. Az a kacsacsúrű emlős is, hogy az hogy sikerült a természetnek összehozni, de komolyan. Tehát mellé nyúltál, vagy nem tudom. De nagyon furi, az nagyon kis furi. Zsiráf. Na, Zsuzsinak zsiráf. Nekem nincs ilyen, izém, állatka. Nekem a kutyafajták közül nagyon tetszik a... Majd ha eszembe jut, megmondom. Szürke. Mi a neve? Csí, majd ha eszembe jut. Szóval van egy-két ilyen fajta kutya inkább, ami tetszik. Meg tetszenek a lobok. De nem, de annyira azért nem. Úgyhogy virágok közül meg igazság szerint, ami nálam túlélné, mindet imádnám, de nálunk sajnos most a macskák miatt nem élik túl. Eddig a fény miatt nem élték túl, most már vannak új ablakok, most a macskák miatt nem élik túl, szóval... Ez van. Na. Jól elfáradt a csacsogunk közben. Voltunk 12-en is csajok, ami nagyon jó. Itt olyan sok ló van, van két hófehér is, csodaszépek. Érdekes. Olyan szépek a lovak, tényleg. Tehát. Használják őket, vagy csak háznál tartják, Anita? Mármint, hogy használják. Mármint arra gondoltam, hogy ilyen lovasrendőrök járkálnak, vagy házi tartásban vannak a lovak. Vagy ilyen hobbi ló, meg mit tudom én. Itt is volt egy kis fehér ilyen félpóni, vagy ilyen félig póni, félig normális ló. Nem tudom, megvan-e még Katiéknak. Nekünk egyszer majdnem lett egy lovunk. Ugyanis én egy... Apa, ő egy tanyasi fiúcska, aki felnevelt egy lovacskát, és ő nagyon szeretett volna egyet itthonra is, csak akkor még nem volt, micsoda, semmilyen istállunk, úgyhogy nem lett lovunk. Nem tudom, van két láma is a faluban. Anyám, láma? Miket tartanak ott az állat emberek? Az furi lehet. Akkor ezek ilyen hobbi. Akármik. A
álmos a kis állat annyira, szerintem, meg olyan kis különlegesek, szépek lehetnek. Ilyen kis látványosság, tudod? Itt voltak struccok, nem messze tőlünk, vagyis egyszer átmentünk kocsival. Én nem is tudtam, hogy itt légvonalban, itt tudom én, 2 kilométerre van strucc. De hogy azok mekkora madarak, jesszus! Nagyon kemények. Volt vagy 15 darab. Itt van minden, még a itt van minden, még szomolyed is van a faluban. Na hát! Akkor nem Loki az egyetlen kis püskutya? Kis cuki. Szamolyed is van a faluban. Az nagyon cuki. Nekem azóta se jut eszembe, hogy mi az a kutyafajta, amit én nagyon szeretek. Hogy hívják? Húsajok, lehet lassan megyek, mert olyan álmos vagyok, hogy mindjárt be kell. De Loki az egyetlen. Ó, hát persze. Kis cuki. Nagyon aranyos az a kutya. Olyan aranyosak ezek az állatok, hát nekünk is itt a macskák egy pingponglabdával mit leművelnek. Akkor itt volt a... Le volt téve az utazótáska, Piszecica addig fészkelődött, még belefészkelt a táskába konkrétan. Az akkor kidugja így a fejét, és rád néz, hogy he? Nagyon cukik. Nagyon aranyosak. Sőt, van idegen cicánk is sajnos, és ők mindig jönnek koldulni kaját, amitől én frászt kapok. Na, lányok, szerintem én nem ásítozok itt nektek tovább, mert nagyon-nagyon-nagyon elfáradtam. Jó pihenést, mert a Lokit viheted 2 hétre. Na, jó lenne. Biztos nem adnám vissza utána, ha megszeretem. Az a baj, hogy én meg mindig morgok az állatok, én meg ezért a sok szőré, ami nálunk van, de úgy szeretem őket. Na jó van, kislányok, én lassan elköszönök, mert nagyon fáradt vagyok. Úgyhogy legyetek jók. Megyek, szerintem benyomok egy kávét, meg egy kicsit megmozgok, mert... Nem vagyok elememben, csak hallgatom a beszélgetést, és olvastak benneteket, de az is nagyon jó volt. Köszönöm szépen, Gyöngyi, örülök neki. Most beszéltünk olyan összevisszaságokról, hogy csak ez kb. Semmi konkrétról. Szerdán délelőtt, ha lesz időtök 9-kor, találkozunk YouTube-on, sminkelünk egyet reggel. Esküszöm, éberebb leszek, mint most, de most egy kicsit elfáradtam, meg nem tudom. De jót csacsogtunk szerintem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha esetleg valakinek lesz kedve valamikor sminkelni velem élőbe, könyörgöm az írjon rám, mert én egyesével nem tudok mindenkinek írogatni, nem is akarok mindenkinek a nyakára járni. Ha van kedvetek, írjatok, és válaszolni fogok Instán szerintem, ott a legegyszerűbb, és akkor sminkelünk együtt. Na jól van. Millió puszi nektek, örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok!